1956. félre említett esztendő volt sok éven át. 1956. október 23. 33 évig a hallgatás napja volt, 1989 óta a legújabb magyar forradalom évfordulója. 1989. október 23-án történt a Magyar Köztársaság kikiáltása is, így kettős ez a szünet. Ma reggel ismét gyertyák égtek a mártírfal előtt, hogy emlékezzünk az 50-es évek áldozataira. Én gyertyát azokért gyújtottam, akiktől elvették földjüket, házukat és a hortobágyat elvitették őket. Én azokra emlékezem, akiket az AVH börtönében megkínoztak. A gyertya lángjában azok arcát látom, akik nem énekelhették szabadon a szózatot, és nem viselhettek kokárdát március 15-én. Előttem a nagyapám könnyes szeme jelenik meg, amikor arról mesélt, hogyan lett el. Lobbanyol a láng a koncepciós perek áldozataiért, az igazságtalanul kivégzettekért. Ott zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak a éjszakában, kiáltó őrszavában, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, mert ahol zsarnokság van, minden hiába. Az elmúlásnak, ha én a
mindenki eljött, ha én utca volnék, mindig tiszta volnék, kellő napsugárral végig mosakodnék, és ha egyszer rajtam lánckelék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, soha sem lobognék, mindenféle szélben egyenesen állnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. Legyöntik a hatalmas sztári szobrot. Erre választ ki gerő erdő, fasiszta csőcseléknek bélyegzi a tüntetőket. Olaj a tűzre, a tömeg a katonáktól, rendőrtől szerzett puskákkal megostromolja a rádió épületét. Október 25.
Művelésügyi Minisztérium tetejéről ölnek becsületen tüntetőkre. Este a temetőben 820 holttestét számolnak. S a nép nemében, aki fennvárva eltér szívünkre, már nem tudsz, véres volt a kezed már régen Gerő Ernő, csak ölni tud. Október 26-án a harcok átterjedtek a vidéki városokra is. Országszerte újabb munkástanácsok, forradalmi bizottságok alapultak. Nemzeti kormány alakul negyén ötletével. Budapesten elhallgatnak a fegyverek. 28-án Nagy Imre bejelenti a szövet csapatok haladéktalan kivonását Budapestről és az ABH, a Győrök Államvédelmi Hatóság feloszlatását. 29-én kezdetét veszi a szövet csapatok Főváros, meghajtott fejemet előttet. Most lettél a forró napokban mondom már, hogy hűségekből vére bennünk is kell. Áldjon meg tisztel magyarok Istenem. Nem szeretnéd magadat halomra lövetni, magasra emeltett három színzásznak. A megcsukott címet szívedre öltötte, zengvén a szép himnusz, az évekig még. November 1-én hírek terjednek el arról, hogy a szovjet csapatok mégsem hagyják el az ország területét, acélgyűrűt vontak Budapest köré, és Zámonál újabb egységek özöllenek Magyarországra. Nagy Imre tiltakozik Andropovnál, a szovjetuniói Budapest nagyköveténél. Vele meg az Isten, vele lenne hagyja, dobogó hitünket kilábbal tipolta, s az idegen fegyver ölésünk lehozta. November 3-án a kormány katonai küldöttsége megkezdi tárgyalásait a szövetkezők főparancsnokságán. Szerov tábornok a tárgyalás közben letartóztatja a magyar küldötteket, élőkön Maléter Pállal. November 4-én hajnali 4 volt, megindul Budapest ellen a szovjet csapatok általános támadása. 5 óra 21-kor Nagy Imre rádiószózatban jelenti be az ország népének a szovjet inváziót. Mások csodálja bátorságunk, mi meg naponta meghalunk. Csida s golyó veri át hátunk. De megmutatjuk a világnak, hogy mikor mindenki lapul, csak a rádiók kiabálnak, mint akinek már mindenképpen minden mindegy, hát élete drágunk szabadságért cserébe. És ha a sors minket is büntet, mert hogy tűrtünk 10 éven át, bemutatjuk véres fejünket, és tudjuk, hogy mindent megbocsát. November 9. Újabb tárgyasztalunk. A forradalom első véres szakasza lassan véget ért. Az oroszok nehéz tüzességgel támadnak a felkelőkre, akiknek legfeljebb puskájuk volt. A szovjet hadsereg elvette a magyar forradalmat. Elindultam szép hazámból, édes kis Magyarországból. Visszanéztem fél utamból, szememből a könnyű csordul. Thank you.
1989. október 23-án, pontban déli 12 órakor megszólaltak a harangok, és Szűrös Mátyás, az akkori ideiglenes köztársasági elnök jelent meg a parlament erkélyének. Újra kell kezdeni minden. Minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket oda nyújtani mindenkinek a világon. Megteremteni, ami nincs sehol. De itt van mindjártunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hinni, hogy eljön valami, valamikor. Ha tetszett a videó, kattints a feliratkozás gombra, hogy elsőként értesülhess a friss tartalmakról. Köszönjük!